kettő kategória volt, volt egy hagyományos és egy mentes. A hagyományosban 8 torta volt, mentesben 2. A zsűrinek ilyenkor mindig nehéz dolga van, hiszen szubjektíven kell hát egyet kóstolni, és itt én voltam a szakmai elnök rész, úgymond, aki azt is nézte, hogy egy tortát hogy lehet összeállítani, utána árusítani, termelni, mennyire eladható árérték arányilag, sőt összeállításilag. Ugye azt néztétek, hogy itt mennyire köthető egy-egy adott torta Győrhöz, ugye a születésnapunk kapcsán. Azért ott a helyi termelőknek a terméke, gyümölcsök, pálinkák, alkoholok, a keksz dolog. Mennyire egyeztek a vélemények? Hát azért öt különböző ember, de azért ugye kitűnt tortákat azért mindenki megérezte, hogy amivel volt egy kicsi plusz, ez azért úgy mindig érződik, hogy ez egy picit más, mint a többi, picit jobb. A helyezett 415 ponta Pálffy cukrászat lett, második habos édesek és kávé 428 ponta, és akkor az első helyezett pedig, hát így az 500 pontból 445 ponta Bécsi kávéház és cukrászda. Akkor volt egy másik kategória, a mentes, ott kettőt voltam ezzel, és mivel az első három jutna tovább, így akkor mindkettőt tovább jutott. Ezek pedig az Erika-pékségből és a habos édesek és kávéból voltak.